November 19-e Erzsébet nap. Ennek alkalmából emlékeztek meg a szegényeket segítő Árpádházi Szent Erzsébetről Tolnán a római katolikus templomban az elmúlt hétvégén. Az eseményen többek között a mőzsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Az ünnepi szentmisével egybekötve megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte a tolnai Karitás csoport. Egyúttal idén helyi Karitás csoportunknak éppen a 10 éves jubileuma, úgyhogy az ünnepi szentmise mellett lesz majd Erzsébet cipók megáldása. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatalkora óta vezeklő életmódot folytatott. Első gyermekének megszületése után menedékhelyet nyitott a gyerekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. A mise része volt a Caritas tagok fogadalmának megújítása is. Majd egy kiállítás megnyitóra is sor került, amely a csoport egy évtizedes munkáját mutatja be. Képekben dolgozza fel, és vezeti végig mindazon kíváncsiskodókat, akik majd bejönnek a templomba következő időszakban, hogy ilyen flash módon felvillantva, hogy ebbe a 10 évbe mi minden történt velünk. A misét követően Erzsébet cipót kaptak a résztvevők.